de ez attól szállítják, mikor már belemegy az összes szilva a vízbe. Tegnap összeszedtük a szilvát, megmostuk, máma beletöltöttük az üsbe, és úgy megyen, hogy kicibereizzük, úgy hívjuk. Lehet magolni is, de az egyesével négy, akkor beletöltöbb. Akkor, mikor megcibereizzük, kimerjük, áttörük restán, és a többit meg tovább utána, és akkor, mikor azt kimerjük, akkor a cibere visszamegyen az üsbe, és akkor, mikor az összes cibere belemegy, mikor át van törve, passzírozva, akkor még 6 óra hosszát kell főzni, mikor az összes belemegyen. Most almát is teszünk hozzá, meg hántjuk aztat is összevagdálva, aztán, hogy ne csak szilva legyen, hanem egy kis másik íze lesz, de nagyon finom szilva, a lekvár. Hát így csináltuk mindig. Gyermekkorunktól kezdve nagy lekvárfőzések volt, fiatalok összegyűltek este, danoltunk, még harmonika is volt, táncoltunk, reggelig is főztük a lekvárt az enykoromban, meg még utána is, meg azóta is mindenki igyekszik főzni lekvárt magának. Hát ez így megyen. Összegyűltünk, akkor összegyűlünk, össze van szedve a szilva, van, hogy mogolunk, akkor a szomszédok összejönnek, és akkor kimogoljuk, és akkor csak a tiszta szilvát rakjuk az üsbe. Úgy is lehet. Úgy is szokták. De én általában is szoktam, mert kevesebb időbe telik, könnyebb. Nehezebb restálni, többet kell, de viszont amúgy meg hamarabb. No, a munka. Nem kell annyi munkaerő hozzá. Hát ha van sok a szomszédban, akkor ha van, ki menjen, akkor nagyon jó. Hát ebbe most 5 kosár szilva megy bele, meg alma kosárral, azt akkor úgy sok. Átciberézzük. Nagymamámnak az anyja van. Több mint 100 éves. Zsoltikám, te itt oldalról innen. Stop!